Hozta a kötelező győzelmet a Sepsiszentgyörgyi Sepsi USK a megyesi Gázmetán fiatalokból álló csapata ellen a labdarúgó első liga alsóházi rájátszásának 7. fordulójában. A szentgyörgyiek még reménykednek az európai kupa szereplését kiírt osztályozón való részvétel jogának kivívásában. Noha Stefanescu révén már a második percben megszerezte a vezetést a Sepsi OSK a Medgyesi Gázmetán elleni találkozón, a mérkőzés sokkal bonyolultabbnak bizonyult a vártnál a hazai csapat számára. A vendégek büntetőből egyenlítettek, és aztán nagyon nehéznek bizonyult feltörni a medgyesi védőfalat. Végül Édernek sikerült fejjel vezetést szerezni, de a teljes megnyugvást jelentő gól csak a 83. percben született Tudorié révén, aki beállította a 3-1-es véget. Egy kicsit nehezebb mérkőzés lett, mint amire gondoltunk. A Medgyes egy elég jó meccset csinált, mi elég gyengén játszottunk, de helyzetek meg voltak, csak nem tudtuk berúgni. De a lényeg, hogy nyertük ezt a meccset, és készülünk a többi három meccsre, ami nagyon fontos nekünk. Jön a Kindi elleni mérkőzés, majd utána kupába a Craiován. Némileg más szemüvegen keresztül szemlélte a találkozót Hadnagy Attila, a klub sportigazgatója. Az edző most már kipróbált olyan játékosokat is, akik kevesebbet játszottak, de ami a fontos, a játék elég jól ment, mi uraltuk az egész 90 percet, és bebizonyítottuk igenis, hogy egy olyan csapat vagyunk, akik a helyünk van az első kettő között. A győzelem dacára a Sepsi OSK továbbra sem önmagától függ az európai osztályozót érő hely megszerzésében, ugyanakkor a Románia kupa elhódításával is elindulhat az európai úton.